Sikeres évet zárt a Primavera Balett Együttes, 2019-ben az Abigail országos minősítő versenyen arany, ezüst és bronzérmeket is szereztek, valamint egy koreográfusi különdíjat is. Vendégünk a gyerekek balettmestere Feketéné Kun Ildikó. Szervusz Ildikó, jó estét kívánok! Szervusz drága Magd, fúj, estét kívánok! Hát fantasztikus év áll mögöttetek, rengeteg munka, olyan tempót diktálsz, amit hát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy tényleg táncosnak kell lenni, hogy valaki bírja az iramot, és saját magadnak is, hiszen ugye nem csak a gyerekeknek kell megtanulniuk egy adott koreográfiát, bizony azok a koreográfiák mindig az adott színpadra, az adott gyerekekre készülnek. Most június 15-én egy nagyon szép balettesten vagytok túl. Ez ugye a szokásos évad záró balettest. Rengeteg nevet látok a meghívóban. Hogy sikerült? Mesélj egy picit. Nagyon izgalmas volt a felkészülés, mert a Pinocchio az végül is egy saját mesebalettem, mondhatnám azt, hogy egy nagy premier volt, hiszen a forgatókönyvet és a zenét is én szerkesztettem, és természetesen a koreográfiát. Bár megcsináltam majd 9 évvel ezelőtt, de akkor úgy éreztem, hogy zeneileg nem igazán tökéletes, úgyhogy átdolgoztam, és úgy érzem, hogy minden gyereknek megtaláltam a megfelelő szerepkört, a megfelelő zenét, a megfelelő jelmeztervet, úgyhogy nagyon szépen kialakult. Mondhatnám azt, hogy a két este csodálatosan sikerült, nagy tapsviharral, bravózással, ami nagyon jól esett, és a gyerekek is nagyon boldogok voltak. Hát gyönyörű volt, nagyon büszke voltam a gyerekekre. Mikor van időd arra, hogy például zenéket szerkesz, vagy válogass? Mert ugye ez nem csak annyi, hogy van egy általad megfelelőnek ítélt zene, az mondjuk lehet, hogy 3 perc, 40 másodperc adott esetben, csak 1 perc 20-ra van szükség, azt meg kell vágni. Hogy történik tulajdonképpen ez a fajta háttérmunka? Talán ez volt a legnehezebb a zenei szerkesztés, amivel nagyon-nagyon megdolgoztam, az a Tücsök zenéje volt, aki ugye rosszultat éríti a Pinocchiót. Végülis egy Verdi zenét találtam meg, a Kaméliás hölgyből egy közjátékot, tökéletesen fette a Tücsök szerepkörét és hangulatát és technikát, amit adni kellett a lábára. Hát bizony azt hetekig kerestem. Nos, hát végül is talán a lényeget, a kész művet látják a legtöbben, és ugye azt a sok-sok munkát, ami ezzel jár, a sok verejték cseppet a gyerekek homlokán, azt leginkább csak te látod, úgyhogy a néző mindig a kész művel elégedett. Ahogy itt a felkonferálásban mondtam, nagyon szép évet zártatok, hiszen versenyeken is indultak. Ez általában fontos egy együttes életében, hogy megmutassa magát évről évre, és ne csak egy-egy ilyen nagy jubileumon álljon színpadra? Nagyon sokáig minden évben mentünk, aztán egyszer csak belefáradtam, és úgy éreztem, hogy sok a munkám mellett, és most úgy éreztem, hogy a csoport is van olyan technikailag, hogy büszkén kiálljak velük, hiszen kiemelt aranyérmet is nyertünk, ami nagyon nagy dolog volt, és amire nagyon-nagyon büszke voltam, az Egri kis virágra. De hát végül is az összes növendékemnek az a lényeg, hogy fejlődik a tanév alatt, tehát itt nem csak a Primaveráról, hanem a Kun Balett iskoláról is beszélhetünk, hiszen a Pinocchióban a Kun Balett iskolások vannak, és voltak többen. A Primavera természetesen belépett bizonyos szerepkörökbe, de hát a többieket azt a Kun Balett iskola növendékei, a kicsik, az egészen kicsik, a kis miniatúrák is alkották. Ez ugye most gyakorlatilag egy vegyes korosztályt látunk a színpadon, igen, akik hétről hétre készülnek, ugye járnak balettórákra. Hát olyannyira az életük részévé vált a balett, hogy még a nyári szünetet sem bírták ki anélkül, hiszen ha jól tudom, akkor egy ilyen nyári táboron vagytok túl? Vagy ez tulajdonképpen egy ilyen lecsengetés az évnek? Ez úgy alakult, hogy legalább több évtizede, nem is tudom hány évtizedet csinálom a tánctábort, hogy megvolt a balettiska, és akkor jöttek, hogy Ildikónén, és már vége van? Hát még úgy táncolhatnak, mondom, gyerekek, semmi akadálya, csináljunk egy tánctábort. És ez egy nagy hagyomány, tényleg több évtizede csinálom,
És furcsa módon a gyerekek is, én úgy érzem, hogy talán a balettvizsga miatt egy kicsit föl vannak spanolva, és én is természetesen, és ezért tudunk rettenetesen dolgozni. Tulajdonképpen reggel 9-től, ugye ebédszünet, 10 órai uzsonaszünet, reggel 9-től délután 4-ig dolgozunk. Akkor ez talán a legtermékenyebb időszak gyakorlatilag a kész táncok szempontjából. Igen, végül is 21 táncot koreografáltam az 5 nap alatt, amit a 6. napon be is mutattunk színpadon jelmezbe, és tényleg nagyon nagy siker volt. A tánc minden ágát fölölelte ez a sok koreográfia, karakter, modern, jazz, musical, klasszikus, természetes, hát magától értetődik. Úgyhogy egy nagyon szép kis bemutatót tartottunk még pluszként ráadásként, de utána láttam a gyerekeken, hogy igen, most már kiengedtek egy kicsit, és elfáradtak velem együtt. Hát azt szerettem volna mondani, hogyha ez nem 5, hanem 6 nap lett volna, akkor ugye a teremtéshez hasonlíthatnánk, hogy akkor végül is a 7. napon már megpihenhettek. Hát kívánok nagyon tartalmas, szép nyarat minden táncos lábú balerinának, és természetesen az ő kedves koreográfussán soknak, Ildikó, neked is. És nagyon jó egészséget a legfrissebb kis balerinához, az unokádhoz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Én is nagyon köszönöm.